Kecskeméti Kodály iskola Nemesszegi Márta termében 6 kórus lépett fel tegnap délután. Ekkor rendezték meg ugyanis az Éneklő Ifjúság Hangverseny első részét. Annyian jelentkeztek a rendezvényre, hogy a szervezők 2 külön időpontra szervezték a fellépőket. 1934 óta szervezi az Éneklő Ifjúság Hangversenyeket a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége. Az eseményt Nemes Dóra, a Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportjának elnökségi tagja nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta. A Kecskeméti Kodály Iskola minden kétséget kizáróan a Kodály módszer fontos bázis intézménye. Ezt követően Balogné Pap Boglárka, a Kecskeméti Kodály Iskola intézményvezetője kiemelte, hogy a kórustagok az éneklésen kívül is fognak egymással törődni. Kecskeméten idén 2 helyszínen, 2 időpontban szervezik meg az Éneklő Ifjúság Hangversenyt. Április 25-én kedden 15 órakor az új kollégium dísztermében tartják a hangverseny második részét, amelyen több mint 10 különleges kórust hallgathatnak meg a résztvevők.